Dávid, az év utolsó fordulója. Hogyan készültek erre a mérkőzésre a dvt ellen, illetve mennyire nehéz lélektanilag ilyenkor egyben tartani az öltözőt, amikor már félig mindenki gondol a nyaralásra, esetleg a, az ünnepekre? Egyáltalán nem gondol még senki a, a téri szünetre, majd legközelebb szombaton este 8 órakor lesz erről szó. Nem tapasztalom a, a csapaton belül olyan hangulatot, hogy már kiengednének. Nagy a győzelmi motiváció, ahogy láttuk az elmúlt hetekben is. Hogy gondolsz vissza a 2-es dvt elleni győzelemre hazai pályán, mi az, ami azon a mérkőzésen működött, illetve mi az, amit még az a mérkőzéshez képest is változtatni kell? Borzasztóan nehéz győzelem volt, nehéz volt megszerezni a három pontot. A mérkőzésen voltak olyan időszakok, amikkel jól éltünk, nagyon hatékonyak voltunk. Azt természetesen nem engedhetjük meg magunknak hosszú távon, hogy legyenek olyan periódusok a mérkőzésen, ahol alárendelt félként vagyunk a pályán. Hiába birtokolja az ellenfél többet a labdát, azzal, azzal még nem lehet semmi gond, csak hogyha mi ezt nem tudatosan csináljuk, akkor van, van ebből probléma hosszú távon, egy-egy ilyen mérkőzés belefér, de nyilván mi a hosszú távra készülünk, és ebbe szeretnénk mindenképpen előrelépni, hogy, hogy több részét, több ját, percét kontrolláljuk a, a mérkőzésnek. Milyen játékra számítasz a Diós Györgytől? Hogyan tudjuk ezt megakadályozni, amit említettél, hogy ők kontrollálják a mérkőzést? Nagyon nagy respektel készülünk, hiszen a, a közelmúltunk az, az közös a, a DVTK-val, hiszen egyszerítottunk föl az élvonalba, és nagyobb célokért küzdünk. Egy hasonló csapatról van szó, mint a, a Debrecen, jól felkészített gárda. Nagyon részletesen ő, kielemezzük őket, és uh, ahogy az elmúlt két mérkőzésen is uh, megtaláltuk a módját, hogy hogy, uh, hogy, tudjuk a győzelmet megszerezni, remélem ez most is így, uh, így lesz. Nagyon nehéz uh, dolgunk lesz, és uh, tudom, hogy a 2-1-es, illetve a 4-2-es győzelmek azok hazai pályán voltak, most idegenben lépünk pályára, uh, még inkább uh, nagyobb akadály elé uh, Nézünk szembe, de a kihívásokkal eddig is meggyürköztünk, vagy próbáltunk meggyürk meggyürközni, most is ezt szeretnénk.